óriási dugóba keveredhetett csütörtök reggel az, aki az iskolák felé vette az irányt. Mint ahogy ez várható volt, az első tanítási napon jócskán megnövekedett a forgalom Fehérváron. Ezen a reggeli esős idő sem segített sokat. Nagyon káoszosra sikerült. Földúton jöttünk be Fekete-hegyről, úgyhogy eléggé káosz volt. Forgalom? Hatalmas. Csak úgy, mint a korábbi években, idén is a rendőrök, kiegészülve a polgárőrökkel irányítják a forgalmat reggelente az iskolák környékén. A tanévkezdés idejére időzített akció célja a balesetek megelőzése. Egy utolsó ölelés, és már be is csöngetnek, indul a tanév. Így érkeztek meg a kisdiákok az István Király általános iskolába. Az általunk megkérdezettek többsége már nagyon várta a kezdést. Már vártam az iskolát. Miért vártad? Hát hiányzott a tanulás, meg a barátok is, meg a tanárnénik is. Találkozhatunk újra barátainkkal, ne úgy távol voltunk egymástól. Ki az, aki nagyon várta már a sulit? A legkisebbek is nagy izgalommal kezdték el az idei első tanévüket. A reggeli órákban ismerkedtek tanítónéniaikkel, míg a nagyobbakat zenés tanévindító műsor várta az István Király általános iskola aulájában. 19 osztály 485 tanulója kezdte el az iskolát szeptember 1-ével a palotavárosi tavak melletti intézményben. Az iskola igazgatója azt mondja, aránylag zökkenőmentesen indult az idei tanév. Az intézmény szerencsés helyzetben van, hiszen a szakos ellátottság teljes az iskolában. A pedagógusok többsége pedig fiatal. Ugyan hivatalosan csak szeptember 1-ével indult a tanév, a pedagógusok nagy része már augusztus vége óta készítette elő az indulást. Azért izgultunk bizonyos dolgokért, hogy minden összejön-e. Később jelent meg a tanévrendje, a 2022-23-as tanévrendje, így ezért időbe kellett kezdenünk az előkészítő munkálatokat a kollégáimmal, de azt gondolom, hogy mindenre sor tudtunk keríteni. Ez pedig már a Ciszter templomban tartott reggeli zenés szentmise. Itt indította a Ciszterci gimnázium 739 tanulója a tanévet. A létszám rekordnak számít, az iskola történetében ennyien ugyanis egyszerre még soha nem tanultak az intézményben. Mint az iskola igazgatója mondja, nagy ünnep volt a csütörtöki számukra, hiszen 2019 óta nem tudták így együtt ünnepelni a tanév kezdetét. Mi mindig úgy kezdjük a tanévet, hogy egy nagyon szép szentmisével, a Veni Sancte szentmisével, és ezen belül hangzik el az iskolai köszöntő, és utána mennek vissza a gyerekek az iskolába, ahol a megfelelő instrukciókat megkapják az osztályfőnökeiktől. De ez most az előző két évben nem volt, és ez most különösen nagy öröm számunkra, hogy újra itt lehetünk. Az idei tanévben 181 tanítási nap vár a diákokra, és ha bár csütörtöktől valóban becsengettek minden intézményben, nem kell kétségbe esni, már csak 58 napot kell aludni az őszi szünetig.